Jó reggelt kívánok, és mint azt a híradó végén mondtam, Vadai Ágnes, a DK alelnöke az első vendégünk, aki bizonyára azért van itt ilyen korán. Jó reggelt kívánok, mert hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére készül, és ez azért is lesz ma nagyon izgalmas, mert hogy elvileg ott kéne, hogy legyen Vida Ildikó. Mire számít? Jó reggelt kívánok még egyszer. Ugye a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai számolnak be arról napirend szerint, hogy milyen korrupciós ügyek voltak Magyarországon, de hát várjuk oda a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére a NAV elnökét, aki immáron elismerte, hogy ő maga is munkatársai is rajta vannak ezen a kitiltási listán. Igen, ez a mai Magyar Nemzet címoldalában egy interjúban, ahol azt is mondta Vida Ildikó, hogy ez egy aljas támadás. Ebből az interjúból ugye megtudtuk magát a tényt, amit nagyon sokan sejtettünk már, hogy ő és a NAV néhány munkatársa még rajta van ezen a kitiltási listán. Nyilván a kormányzat ezt tudta. Én azt gondolom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, amelynek az a dolga az Orbán kormányzatban, hogy ellenőrizze a köztisztviselőket meg a közszférába dolgozókat, nekik is tudniuk kell, és én azt gondolom, hogy a titkosszolgálatoknak is tudniuk kellett, vagy kellett volna azt, hogy egyébként ők rajta vannak ezen a kitiltási listán, ugyanis én nemzetbiztonsági kockázatként értékelem mind jogi, mind szakmai szempontból azt, hogyha egyébként szövetséges ország megalapozottan egy elnöki rendeletre, proklamációra hivatkozva kitiltja a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét, akkor az nemzetbiztonsági kockázat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kellett nyilván a NAV elnökének másfél hét, meg a kormányzati kommunikációnak, hogy kitalálják, hogy mit fognak mondani, csak nem értik, hogy ez nem a kommunikációról szól. Ennek nagyon súlyos következményei vannak, mind külföldön, mind belföldön egyaránt. Az nem elképzelhető, hogy mondjuk a nemzetbiztonsági kockázatot komolyan veszik attól még, hogy a nyilvánosság elé nem állnak ki azonnal a konkrét nevekkel? Igen, csak hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság sem tud. A Nemzetbiztonsági Bizottság egyik tagja próbálkozott megtalálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét, többek között ő is, meg sokan mások, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke, akit egyébként az adófizetők pénzéből fizettek, ő közpénzből üldögél abban a szép és meleg irodában, ő egyszerűen elmegy szabadságra, és bujkál mindenki előtt. Neki ki kellett volna állni, és azt mondja, hogy igen, kérem, van egy ilyen probléma, ezt én bejelentettem a munkaadómnak, ezt én bejelentettem az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, az ő kezükbe teszem a sorsom, és természetesen felajánlom a lemondásomat. Most Varga Mihály azt mondta, hogy neki nem jelentette be Vida Ildikó, ezt nem most mondta, amikor már kiderült, hanem még jóval korábban, amikor az első napon azt hiszem arról kérdezték, hogy elképzelhető-e, hogy Vida Ildikó az egyik a listán. Hát ha a miniszter azt mondja, hogy Vida Ildikó nem jelentette be, akkor ez probléma a Vida Ildikó részéről. Ha Vida Ildikó mégis bejelentette, és ennek ellenére mondta a miniszter, hogy nem tud róla, akkor ez meg probléma a miniszter, meg a Vida Ildikó részéről. Én azt gondolom, hogy a kormányzat egészen pontosan tudja, hogy ki jelen pillanatban az a 6 személy, aki rajta van a listán. Tehát nem kell ide az Amerikai Egyesült Államok semmilyen ügyvivője és semmilyen állami alkalmazottja, hogy megmondja, hogy ki van rajta a listán. Nekem meggyőződésem, hogy az Orbán kormány és személyesen a miniszterelnök tudja, pontosan tudja, hogy ki ez a 6 személy, aki rajta van ezen a kitiltási listán. De még egyszer mondom, hogy ennek nagyon súlyos külföldi és belföldi következménye is van. Tehát a külföldi az, amit látunk itt az elmúlt hetekben. Soha ilyen mélyponton nem voltak. Én azt gondolom egyébként Magyarország szövetségesi kapcsolata, és most már nem csak az Amerikai Egyesült Államokról beszélünk. Norvégia egyik minisztere tegnap bejelentett, hogy egyszerűen nem áll szóba Lázár Jánossal, és nem fogadják el egyébként állami hivatalnak természetesen látható koncepciózus jelentését. Ez a kehi jelentése vonatkozik a norvég civil alapok vizsgálatával kapcsolatban, de egyébként André Gutfreund, aki az Egyesült Államok Követségének az ügyvivője, azt mondta, hogy ő szerintem nincsenek mélyponton a magyar-amerikai kapcsolatok. Lehetne, hogy még lehet ennél lejjebb, tehát nyilvánvaló. Tehát, hogy valószínűleg én úgy értelmezem, és nyilván nagyon udvarias volt az ügyvivő, és neki szerintem valóban az a dolog, hogy próbálja menteni a nagyjából menthetetlen. Ma lehet még ennél lejjebb a magyar-amerikai kapcsolata. Főleg, ahogy azt látom, azt érzékeljük, ahogyan reagálnak a kormányzati szereplők, az Amerikai Egyesült Államok, baráti figyelmeztetésére. El tudják azt képzelni, hogy egy olyan ország, mint az Amerikai Egyesült Államok, egy szövetséges országgal szemben
bizonyíték nélkül azt mondja, hogy te egyébként korrupcióban vagy érintett, vagy hasznot húzó korrupcióval, és ezért kitiltunk az országból. Hát azért én ezt elég nehezen tudom elképzelni. Hát minden esetre nem láttuk ezeket a bizonyítékokat, nyilván ez ad alkalmat arra a kormánynak is, és a ma reggeli interjújában Vida Ildikónak is, hogy azt mondja, hogy ez egy támadás, és amíg bizonyítékok nincsenek, addig nem lehet vele mit kezdeni. Ő azt hiszem azt is mondta, hogy a koncepciós perek annyiban voltak jobbak, hogy azokat legalább lefolytatták. De egyébként önök találkoztak most diplomatákkal, amerikaiakkal és másokkal is, gondolom ez az ügy is szóba került. Mi, amikor a diplomatákkal találkoztunk, mi arra tettünk, és folyamatosan arra teszünk kísérletet, hogy valamilyen módon Magyarországot ebből a nemzetközi elszigeteltségből megpróbáljuk, hogy mondjam, kicsikét kijebb lakni. Mit tehet ebben egy ellenzéki párt? Nyilvánvaló, elsősorban világossá kell tenni, hogy Orbán kormány, és Magyarország az nem ugyanaz. Nem véletlen az, hogy a demokratikus koalíció az Európai Bizottságnál azt kezdeményezte, hogy vonják meg részlegesen az Orbán kormány azon jogosítványát, hogy az Európai Uniós forrásokat az oligarcháknak osztogassák. Hát látható, hogy az elmúlt években kik voltak azok, akik haszonélvezői voltak az Gondolom, Európai Uniós forrásoknak. Ilyen módszer nincsen, hogy csak az oligarcháknak való osztogatást vonják meg, de akkor a kormány mozgásterét korlátozzák így, abban, hogy pontosan egyáltalán elkölcsön. Pontosan ezt szeretnénk elérni, hogy az Orbán kormány mozgásterét e tekintetben korlátozzák. Volt erre például az Európai Unióban, amikor az orosz támogatások kapcsán bizonyos oligarchákhoz nem jutott el. De hogy? Tehát az Európai Unióhoz valami rendeletet, vagy tudom én, közgéphez nem mehet pénz? Vagy mire hát gondolom? Például olyan esetben, ahol látható az, hogy egyébként az alapvető európai értékeket, mint a szabadság kérdése, mint a szolidaritás, mint a tisztesség, a korrupciómentesség, ezeket az értékeket ez a kormány láthatóan folyamatosan felrúgja. És visszatérve arra, csak hogy lehet ezt technikailag megoldani? Hogy erre van eljárási mód az Európai Unióban, a 7. cikkel alapján ez megoldható. Két európai parlament. Konkrét szereplőket kizár konkrét, az Unió? Konkrét szereplőket ki lehessen zárni, és leginkább korlátozni lehessen az Orbán kormánynak azon jogosítványát, hogy egyébként ész nélkül szórja a pénzt a saját barátaira. De mondjuk, hogy maradjunk a közgépnél, mert nem vitatta az előbb, hogy ez például egy lehetséges szereplő, akiben önök gondolkodnak. Nem olyan régen még maga a Népszabadság is azt írta, hogy vannak olyan infrastruktúrális munkák ma Magyarországon, amit semmelyik másik cég nem képes elvégezni. Nincs meg hozzá a munkagépük, a felkészültségük, a szakértelmük. Ez, hogyha az elmúlt 4 év közbeszerzését nézik, és én még azon szerencsések közé tartozom, aki Karcagon lakom, tehát láttam, hogy hogyan épül a vasút. Ott ugye a vasútfelújítás. Ugye senki nem gondolja, hogy a közgép gépei voltak azok, amelyek a vasutat ott építették. Teljesen természetesen azt a módszert választják ezek a cégek, amelyek nem rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, vagy éppen nem rendelkeznek a megfelelő munkaerővel, hogy konzorciumba kényszerítenek cégeket, és így konzorciumban nyerik el ezeket az uniós forrásokat. Tehát ön szerint semmelyik munkának semmilyen eleme nincsen, amit maga a közgép végez, vagy biztosan amiben valóban nekik biztosan lenne kapacitás? Biztosan van olyan rész, amit a közgép el tud végezni, de nagyon sok olyan munka van, és mondom, a saját szememmel láttam a karcagi vasútállomás felújításán, hogy ott bizony nem a közgép gépei dolgoztak, hanem konzorciumban dolgoztak, és hogyha megnézi a közbeszerzési kiírásokat, akkor a nagy része így működik. Konzorciumban állnak össze a cégek, de mindig minden milliárdos közbeszerzésnél fölbukkan a közgép neve. Ebből én lehet, hogy tévesen, vagy éppen politikai alapon arra tudok következtetni, hogy Magyarországon akkor nyerhetsz el valamilyen pályázatot, hogyha között van a Fideszhez, vagy valamilyen módon egyébként bekapcsolódsz a közgéphez. Még egy utolsó gondolatot muszáj ehhez az egész napos kitiltáshoz mondani, mert a belföldi következményéről se kell beszélni, hogy amíg az emberek az látják és azt gondolják, és az a hír, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal kollégáit és vezetőit kitiltják az Amerikai Egyesült Államokból, akkor sokan föl fogják tenni ezt a kérdést, hogy vajon egy korrupt kormány, korrupt adóhivatalának lehet-e szabad-e adót fizetni? Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.